Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit érez irántad, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt az első képen látható, hogy ő bizonytalan, kételkedik valamiben. De az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy te kételkedsz benne. Szerencsére megjelenik itt a tolvaj, és eltávolítja ezeket a bizonytalanságokat. Persze ez a tolvaj jelenthet lopást is, hogy valaki valamit ellopott tőle, ezért kételkedik itt mindenben. Ha egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, itt látható Vénusz bolygó szimbóluma, azon kívül a képen Demeter, és az uralkodik a természet felett. Tehát itt megvan a növekedés, az anyai érzelmek, de a nőiesség is, a szerelem is. Mivel megvan nálad ez a fellépés, ez a nőiesség, ezt mások észreveszik, és akkor az is lehet, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged, hiszen ez a tolvaj lehet egy más férfi is, aki elrabol téged. Ezért vannak itt még félelmek, bizonytalanságok. Holott itt látható, hogy lesz egy új kezdet, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Ez szerencsét hoz, erre utalnak itt a csillagok, vagy azt is jelenthetik, hogy minden úgy fog történni, ahogy meg van írva a csillagképekben. De valami zavar, és ez a gyermekkorral áll összefüggésben, hiszen itt láthatóak a gyermekkori emlékek és érzelmek, hiszen erre utalnak itt a kelyhek, ezek lehetnek fájdalmas érzelmek is, tele könnyekkel. És ő úgy érzi, ha itt megvannak ezek az érzelmek, vagy az igazságtalanság, egy nehéz kezdet, akkor itt minden összeomlik. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor más kép néz ki minden. Az egyik ugyan lezuhan a mélybe, elveszíti a koronáját, de a másik az felfele halad, tehát az égi hatalom segít neki, nem zuhan le a mélybe. Itt megvan a hit, és megvan ez a remény, hogy minden jóra fordul. Abban a helyzetben is, ami eddig olyan igazságtalannak tűnt, vagy ez lehet egy bírósági ügy is. Azon kívül javul a helyzet a párkapcsolatot illetően. És minden úgy lesz, ahogy a főpapnő, ahogy ez a főpap erre esküszik. Ahogy megvan írva itt a sorsok könyvében, és megvan írva a csillagképekben. És mi a jövő? Itt a párkapcsolat, átnyújtjátok egymásnak a kelyhet, és az utal az érzelmekre, ő is kimutatja az érzelmeit, de vannak elvárások. Ő azt szeretné, hogy te is mutasd ki az érzelmeidet, és akkor itt van a szerencse, a szerelmes pár, szerencse a párkapcsolatot illetően. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!